Sziasztok, ez itt újra a Filmgear csatorna, és az utolsó előkészületben ragadtat láncot, hogy hallhatjátok, a Doom került elítékre, ugyanis egy demót adtak ki, így az E3 kapcsán, az első pályát a kampányban bárki próbálhatja, úgyhogy a véta után lehetőségünk nyílik rálátni a single player élmény pozitívumaira és negatívumaira is. Ahogy látható, sajnos, hogy továbbiakban sem lehet fölvenni, hiszen ATI kártyákon természetesen. Jaj, most lehet, hogy gyengére állítottam. Úgyhogy vissza lesz állítva. Minden esetre az OpenGL-t látszik, még nem szeretik az ATI kártyák, vagy egyszerűen a készítők csinálták meg úgy, hogy inkább az NVIDIA-val mehessen jobban. Az NVIDIA ugye régen azt az OpenGL az fontos tényező volt, sőt talán valami Open vagy GL vagy valami volt az egyik kártyájuk nevében is. Tehát örülsen utaltak rá, hogy azzal nagyon jó megy. Hát az Attilán úgy látszik, ezt nem, vagy nem akarják megoldani, vagy a fejlesztők nem akarják megoldani. Minden esetre most már sikerült ilyen normálra állítanom, úgyhogy most normál nehézség azon fogunk játszani. Ez a klasszikus Doomba is megvolt, úgyhogy egy kicsit lejjebb utam, itt a sötétebb legyen. Na hát induljon a banzáj. De egyébként nagyon le van butítva a demo. Optionben nem tudtam még állítani semmit, meg ilyesmi. Magtványos igazán. Na, de mint a filmet nézni, ezt nem gondoltam volna. És nem tudom, hogy maxon megye. Egyébként, de rohadtul durva. Rohadt látványos. Filmes hatás, olyan, mintha az Alienbe játszátok, és nagyon pörgős. Tehát, nagyon gyors az irányítása, de nem túl gyors, nem az a multiplayer-szerű elem. Most szerezünk meg a páncért, ezt már sok videóban láthatjátok biztos. Ha itt most nem látják, azt nem látjátok, nem lesz annyira gond. Na tetszik továbbra is, hogy ezt meghagyták ezt a... Nem is tudom, hogy is hitták pontosan, volt ennek egy konkrét neve, ezt a felületmódot, ami a Doom 3-ban is benne volt már. Ez valószínűleg a motornak köszönhető. Az IT Tech fejlődő motornak, ezúttal az IT Tech 6 már. És ugye az 5 volt a Rage, meg ugye most az elmúlt egy pár játék Wolfenstein, amiről most tényleg lesz videó, már amilyen kérdés. És hát ugye a Doom volt 4, az IT Tech 4, a Doom 3. A 3 volt, azt hiszem talán a Quake. No, hát menjünk előre. Itt vannak a Glory Kill-ek. Elég durva. Ez egy adrenalin bomba. A shotgun? Igen, ezt szereztük első fegyverünk, vagy egy nagyobb fegyverünket, úgymond a shotgun-t. Klasszikus Doom fegyver. Hú.
Rám fröcsögött a véra. Sisakunkra. Hú, itt van ez a démon lelőhely. Igen, hasznos ez a... Hogy hívják, ez a Glory Kill, mert... Ezzel kapunk életerőt, azt hiszem meg... muníciót is elvileg. Uha, most jön a bosszú. A démonoknál. Összetettünk mindenféle megszokott elsősegély és tölténydobozokat. Jó, ezek az impek, ezek elég erősek. De még vannak robbanó hordók is, úgyhogy... Pász lehet, hogy nem kellett volna. Ó, basszus kulcs. Csak azt nem tudom, az életerőt ezt miért sárgával jelzik, vagy mivel, azt hiszem, vagy zölddel. Ez elég durva volt. De nem, bocsánat, nem, kékkel jelzik. Kékkel. Ilyeséget nem tanítam. De effel simán is tudunk ütni egyébként. De gyertek, gyertek, basszus, basszus, ez már most elég nehézkes. Itt az elején. Jön lesz később. És tényleg nagyon hangulatos ez a zúzda, amit hallatszik. Ugye sárgával vannak akkor a töltények, zölddel a páncélok, ezeket érdemes mindig főszedni. És kékkel ugye az életerőm az elég furcsa. Mert... Igen, életerőket dobálnak a ellenfelek. Hogyha Glory Killt használunk ellenük. Most az összeset ki kell nyílni, és akkor nyílik ki majd itt az ajtó. Ugye hát, ha egy ilyen démoni undormányt, ilyen gömböt, nem tudom mi a franc ez, vagy kapu, azt bezárunk, akkor ugye jönnek már is a barátaink bosszút állni, illetve megvédeni azt. Nagyon jó az a metal zene, tényleg idik hozzá. Csak soha nem tudni, hogy hol az első, basszus. Itt van, fúj. Na. Megholtak. A titkos pályák is vannak a játékban, egyébként hasonló, mint a régi Doom 2 például. Voltak Wolfis pályák, itt a régi Doom pályák vannak benne, illetve... Ilyen eldugott helyek is vannak, ahol extra dolgokat szerezhetünk. Ilyen összegyűjthető elemek. Ugye. Egyébként ez a robotikus hang, ez állítólag egyik főszereplő a játéknak volt vezetője a létesítménynek, illetve orvosa, aki most már csak félig, mint azt hiszem robot. Jól életben maradni, hiszen rákos volt, hogy valami betegsége volt, plusz ugye jött még ez a gond itten a létesítményre. Ugye a démonok előzően lették, hiszen a Kavzsi tudósok, illetve a Kavzsi a cég, a UEC túl kapcsi volt azért a portálon át, a démoni portálon át a pokolból különböző nyersanyagokat szerzett meg, illetve most már elkezdett kísérletezni a szörnyekkel. Pang, ez is milyen jó hangulatos volt. És hát emiatt viszont sajnos hát ilyen dolgok történtek. Abból egy automappet láthatunk, most mutatta meg a játék, egész jó. És ez 3D-s, végre meg tudták ezt csinálni, basszus, egy 3D-s, mert bent vagyunk egy szikla szírt tetején, és ilyen le kell majd ugranunk, és lehet látni a lenti területet, de 3D-sen lehet forgatni. Nagyon-nagyon jó az a map egyelőre. Aztán van egy fejlesztési panel, ahol fegyvereinket tudjuk fejleszteni, de kettőt jelenleg is akár. De nincsen ilyen UEC, vagy nem tudom milyen pontunk még, de egy-egy pontba kerül egy-egy elmének fejlesztése. Aztán ugye van Praetor Suite, ugye ez a, úgymond ilyen, ilyen vadász. Úgymond páncélruha mondjuk így, ugye, The Predator Raider. Ezt is elvesztetjük ugyanolyan pontokból. Aztán pedig van egy kódexünk, ahol a fegyverekről kapunk információkat. Aztán
Úgy átolja a különböző tárgyakról, például erről az ördögi portálról, amit bezártunk, akkor a fegyverekről, a szörnyekről, itt az imp, a megszállott és az imp jelen helyzetben artefaktok is vannak, mint például ugye a páncélunk. Aztán a különböző lehetőségekről van egy tutorial leíró rész, ugye ez a glory kill, ez a, amikor szétüthetjük kézzel a lárva legyengült ellenfelet, illetve a küldetésünkről információ. Ez a rohadtul tartalmas, ahhoz képest, hogy Doom, nagyon sok infót láthatunk, hasonlóan, mint a Doom 3-ban, de ott ugye jobban rámentek a sztorira, mint itt, vagy egy-kettővel. Most éppen már a Marson vagyunk egyébként kint, eddig is a Marson voltunk, csak bent, és látványos. Még hogyha azért megvannak a keretei is a motornak, hiszen ezért a belső terekben jó igazán. De nekem annyira tetszik tényleg a mozgás, az irányítás. Na most már fizettünk egy kódexet, a UEC környezetéről ad információkat. UEC. Na ott van egy hatalmas nagy páncélruha. Letérdelte a fejét a szörnynek a karakterem. Itt van valami nagyobb állat, már egy újfajta szörny. Az arabokra lőttem. Egyébként rohadt jó az a shotgun, és a glory skill is, annak ellenére én is féltem tőle eleinte, szerintem rohadtul jó lett. És elvileg lehet, benne lehet valahogy tartani az energiát ebbe a kis pisztolyba, és csak nem tudom, hogy hogyan. Ja, jobb gombbal. Akkor ráközelítünk. Akkor... Ó, basszus, az impact. Ó, bakker! Ne hagyj már, meghaltam! Ó, véget ért. Jó, most közben mást is akartam csinálni. Ilyenkor a checkpointról... Tehát is, ahogy látom, akkor checkpoint rendszer van a játékban. Egyébként simán megy, nem tudom, hogy milyen grafon megy. Nincs csak settings. Videó. Full HD. Hát... Nagy részt hájom van, meg Field of View is van, minden szírszarra van kapcsolva, de egyáltalán nem akad. Az anti-aliasing is TSS ilyen van. Azt gondolom, hogy ezek az annyira nem értek, ezek az a részletes ilyen effektbeállításokhoz. De esetre háj a játék. Azt tuti. Pedig ugye nem 4 GB kártyám van, csak 2. Igaz, hogy nagyon jó memória kezelése a GT, vagy a R9 380 kártyának. Hangok is nagyon durvák a játékban. Fúj. Kitépte a karját a karakterünk. Plusz ugye vannak robbanó hordók. Ó, basszus kulcs. Ez a glory kill taktikus dolog is, hiszen ugye mondom életerőt ad. Ó, mi ez? Fölélet? Mi volt? Ó, basszus kulcs. Basszus ez a... Na, ugye, ez az erősebb fajta ellenfél, ez érdekes dolgokat tud lőni. Fogalmazunk úgy. Tépte. Karját. Basszus, mindenhol ez az erősebb fajta van. Gondban leszünk. Basszus kincs. Nem gondoltam volna, ilyen nehéz lesz már az elején. Kár, hogy nem látjátok, mert nagyon látványos. Hoppá, kifagytam a skulóból, de jó. Még jó, hogy a pisztoly az örök szinten, csak fel kell töltődjön. De jó lenne azért egy kis skuló. Mert így most gyors halálom lesz, attól tartok. És a fejét zúzta szét. Na, most megint van egy kis shotgunom. Basszus kulcs.
Mert egy idő után biztos megszokom ezeket a kivégzéseket, de azért kicsit durva. Na, hát azt hittem még egy halál lesz. Szerencsére nem így lett. A gép sem melegszik, nagyon nincs hangja, ha jól hallom, szóval ennek nagyon tudok örülni. Meg ugye hivatalosan olyan hú de nagy gépigényt adtak neki, előző felső kategóriás videókártyák, meg ilyesmi, tehát így. Blue Access Only, igen, kell a kék kártya. A tipikus Doom elem. Elvettük a hulláról a kékkártyát. És akkor tovább mehetünk. Jó az a mászás is, hogy azért úgy van megcsinálva, nem tudunk hatalmasat ugrani, de fel tudunk akaszkodni a ruhánk segítségével is. Pá, mi ez? Talán izét kaptunk, gránátot. Nem tudom, most lehet, hogy gránátot kaptunk. És jól nem fentről is lehet az lövöldözni. Ó, ezt fejbe kaptam a szegényt, szétjött a feje. Ez nem rossz ez a pisztolynak, ez a erősebb változata, csak hát ezt messziről lehet taktikus módon szépen lassan megoldani. Ilyen nagyobb szörnyekkel nem lehet, most itt ilyen zombiszerű szörnyekkel meg tudtam oldani. Nagyon változatosak azok a glódi killek, opám! Ez nem mindig ugyanarra a szisztémára, sémára épül. Na hát durva, ennyit akartam nektek mondani, meg mutatni már, amennyit láttatok. Ez egyébként nagyon látványos Doomból, 45-50 FPS-en megy egyébként csak. Úgyhogy nem kell aggódnotok. Itt is vannak ilyen Mars kutató eszközök, meg bányászó eszközök, ami háromban is fontos szerepük volt. Most ezt nem lehet kinyitni. És ez is hangulatosabbá teszi az egészet, úgy kicsit élőbbé teszi. Itt a Mars különböző kutatóállomások és nyersanyag kitermelő egységek. Remélem nektek is tetszett a játék alkotott véleményem, nekem egy kötelező vétel lesz, ha akciós lesz. Visszerezzétek be, multival gyenge, de egy játékosval eléggé durva véleményem szerint. És végülis egy Doomnak nekem mindig is az volt a lényege. Az egy játékos rész. Úgyhogy jó, hogyha ebben legalább nagyot alkottak. Hol vagy te, imp? Én búcsúzom tőletek, sziasztok!